mára bebizonyosodott, hogy egyes európai vezetők az európai értékekkel és érdekekkel ellentétesen viselkednek a bevándorlási kihívások kezelésének tekintetében, hiszen világossá vált, hogy a kötelező kvótára épülő politika megbukott, mert az csak biztatást jelent az embercsempészeknek és a bevándorlóknak, hogy minél többen jöjjenek Európába. Ugyanakkor mindazon országok ellen, akik érdemi lépéseket próbálnak tenni a bevándorlók áradatának megállítása érdekében, hazugságkampányokat, lejárató kampányokat indítanak, és folyamatosan hazug kritikákkal kell szembesülnünk. Itt Bledben a szlovén, a macedón és a bolgár külügyminiszterrel is egyetértettünk abban, hogy a Nyugat-Balkánon olyan drámai helyzet alakult ki, amely azonnali intézkedéseket kíván az Európai Unió részéről, ezért mindannyian sürgettük az Európai Unió Nyugat-Balkán konferenciájának mielőbbi megtartását Budapesten. Az is világos, hogy a megoldás az Európai Unió területén kívül van, tehát a gyökereinél kell kezelni a problémát, és az Európai Uniónak olyan döntéseket kell hozni, amelyek nyomán a bevándorlási nyomás csökken Európán, de ezeket a döntéseket az Európai Unió területén kívülre kell címezni. Annak érdekében, hogy a közép-európai erőfeszítéseket összehangoljuk, a jövő héten rendkívüli tanácskozást tartanak a visegrádi országok külügyminiszterei Luxemburg külügyminiszterével együtt, hiszen jelenleg ők adják az Európai Unió soros elnökséget.